Bármekkora veszekedéseink, vitáink, nézeteltéréseink, különbségeink voltak az életben, a vége mindig az, hogy oké, de senkivel nem tudom elképzelni azt, hogy ilyen jól érezzem magam, mint veled. Ezeket a fiúkat, ha 4 hét edzés után mondjuk bedobnád a vízbe, akkor így nagyon durván meglepődnének emberek, hogy milyen szintet tudnak hozni. Már mint most? Most, igen. Tényleg? Nehéz lesz most folytatnunk. Baj. Megérdemli a Tibi, hogy nehéz legyen nekünk most folytatnunk. Sziasztok, üdv mindenkinek! Mai vendégem Kis Gergő, 3-szoros olimpiai bajnok vízilabdázó, akiért ide a Maglódi útra jöttem a Nagy Sportág Választók Központjába. Gergő ugyanis tavaly visszavonulása után itt is dolgozik, de hogy még mi mindennel foglalkozik, mindjárt kiderül, megkeressük. Jó helyen vagyunk! Maszkban vagyok, jöhetek? Igen. Sziasztok! És még távolságot is tartok. Sziasztok! Sziasztok! Nem jövünk közel, csak bejöttünk Gergőjén. És akkor Honvédba megyünk, ugye? Igen. Mert hogy sok mindent csinálsz. Te egyszerre nem is tudom, hogy hány mindent csinálsz. Igen, én most ilyen projektember lettem az elmúlt években. Nem terveztem semmit nagyon komolyan meg, de készültem azért a vízilabda utáni életemre már régóta. Az mit jelent, hogy régóta? Hát igazából 10 éves korom óta. De akkor kezdtem. Hát 6 évesen kerültem az úszodába, de... 9 voltam, mikor vízipólozni kezdtél, nem? Akkor már játszottam meccseket 8-9 évesen, igen, és elég hamar odaálltam anyukám elé. Akkor még éppen nem voltam magasabb nála talán, hogy én olimpiai bajnok és jogász szeretnék lenni. És ennek fényében igyekeztem a tanulmányokat összeegyeztetni a sporttal. Aha. És akkor hány éves terveid voltak? Tehát ha már gyerekként ilyen ambiciózus, tudatos voltál? Az elején nagyon hosszú távú tervek, hát egy kisgyerek álmodozik, hogy mi lesz, ha nagy lesz. Majd védem az emberek jogait ügyvédként, és közben olimpiai bajnok leszek valahogy. Nem tudtam ennek a körülményeit, vagy hogy kell ezt csinálni, hiszen nagyon pici voltam még. Aztán utána, amikor kamaszkorba léptem, akkor valahogy kialakultak a 3 éves projektek. Ez egy érdekes számmisztika lett nálunk. Aha. Mégpedig azért, mert igen, megismertem a feleségemet 19 éves korunkban, és 22 évesen házasodtunk, 25 éves múlt, amikor Viktória született, és hát majdnem 29, mikor Patricia. Hát ilyen bő 3 éves projektek voltak. Aztán váltatok egy nagyot, és jött Olivia. Igen, a harmadik kislányunk 10 évvel jött Patricia után. Azt hittük, hogy 2 gyerekünk lesz, és aztán egyre inkább jött az érzés, hogy túl nagyok a lányok, és kéne valami. Babázni akartatok? Igen. De én úgy tudom, hogy ezt inkább Ancsa indította el a bogarat a fülbe, ugye? Igen, én az elején nem azt mondom, hogy ellenkeztem, de nem voltam annyira elkötelezett híve ennek az ötletnek, hogy így körülményesen fogalmazzak. Aztán egyre inkább belejöttem magam, és akkor az volt az én magam által kitűzött cél, hogy akkor a 4. X előtt szülessen meg, akkor az még nem érzem magam a öreg szülőnek, és akkor még talán energiánk is lesz vele úgy foglalkozni, mint a nagyokkal volt erőnk, és figyelmünk, és mindenünk. Hát és ez akkor be is jött a 4. X-elé, nem? Igen, hanem most vagy 43, ugye? Pont 39 éves voltam, amikor született. Igen. Hát ha megvan tervezve, akkor Kis Gergő megtervezi, akkor az úgy lesz. Hát igen. Besélj nekem egy kicsit arról a 9-10 éves fiúcskáról, aki elkezdett versenyszerűen vízilabdázni. Milyen gyerek volt? Milyen kis ember volt? Egészen szürreális belegondolni, hogy ma mennyi elismerés meg dicséretet kapok a teljesítményem miatt, vagy hogy azt gondolják, hogy 40-es pasiként az vízilabdások azok húha, ezt mondják. Én pedig pont az ellenkezője voltam kicsiként, hogy nagyon félénk, nagyon gátlásos voltam. Magasabb fiú, nagy test, ilyen nem tudja kezelni a végtagjait, nyurga gyerek, tele problémákkal, hogy tényleg minden bajom volt. Miért ilyen az orrom, miért ilyen a fejem, miért van beszédhibám, miért vagyok ilyen magas, minden rossz volt, miközben ment előre az életem őrült tempóban.
És ezt olyan 17-18 évesen kezdtem el átalakítani. Egyébként az első interjúk ebben megváltoztattak, amikor fiatalon reflektorfénybe kerültem. Felnőtt válogatott voltam, így benne voltam a Guinness rekordok könyvében. Nagyon hamar jött igen, is. Igen, hát egy szuper zseniális generáció, amit talán mindenki ismer tagjaként nagyon sok mindent nyertünk, sőt, hát igazából mindent. És aztán ez segített levetni ezt a kiskori gátlást. Igen, mert én úgy hallottam, hogy nagyon, tehát hogy nem kicsit voltál gátlásos, hanem nagyon, tehát hogy nagyon nem bírtad elviselni, ha néznek, meg figyelnek. Nem bírtam megszólalni, vannak ilyen klasszikus sztorik, amellett, hogy 15 évesen bevertem a fejem a villamos viszintes kapaszkodójába, és minden ilyen negatívan fogtam fel ezeket a dolgokat, de emlékszem iskolai betlehemes játéknál, hogy én lettem rosszul, én voltam az egyetlen néma szerep, Józsefként, és sikerült attól rosszul lennem, hogy néznek emberek, és ki kellett mennem a folyosóra az előadásra. De is mentél a színpadról? Hát ilyen rögtönzött színpad volt. Jó, de szóval, hogy... És a legnagyobb iskolai teremben volt igazából. Így a tanároknak és a gyermekeiknek egy ilyen előadás, és gyakorlatilag ki kellett mennem, és innom kellett, és le kellett ülnöm, mert hogy engem néznek, és nekem melegem van, és rosszul vagyok. Szörnyű. És ahhoz képest fürdőgatyába kellett vonulnom hétvégenként több ezer ember előtt, de az nem zavart. Ez a professzióm, ez az életem. Lehet, hogy Józsefet fürdőgatyába kellett volna felöltözteni. Akkor... Vízparton. Vízpartig Betlehem. De hogy, és tehát, hogy akkor magyarul akkor a siker, meg az, hogy egyszerűen amikor elkezdtél pólózni, és nem volt mese, tehát amikor meccs van, akkor meccs van, és akkor lelátó van, és akkor szülők vannak, és akkor barátok, és csajok, és mit tudom én, tehát ott szerepelni kell. Igen. Ez sokat változtatott rajtam, az, hogy ha nem volt mese, előre kellett menekülni, azzal is, hogy a mérkőzéseken 15 évesen a felnőttek között játszottam. Na, az milyen volt? Akik a 80-as évek végén, 90-es évek elején voltak a legjobbak, azok ellen kellett nekem játszani 92-ben 15 évesen, elsős gimisként, tehát szürreális volt az is, hogy... És hogy fogadtak téged a nagy emberek? Én is nagy voltam, csak még vékony. Nyurga voltál, igen, de ők már, tehát hogy ez a rendes vízipolos termet. Igen, volt olyan csapattársam, akinek egy-két éve volt fiatalabb a gyereke, mint én magam, szóval igen, ez egy furcsa élethelyzet volt. Én mindig csak a túlélésre mentem, hogy ne verjenek tönkre, ne alázzanak porrá a vízben, a tudáskülönbség meg a rutinkülönbség miatt. És akkor így valahogy tényleg nagyon gyorsan alakult a fejlődésem, hogy nem csak az, hogy elkezdtem megállni a helyemet, hanem aztán a csapatomban azt vettem észre, hogy 17 évesen már rám számítanak, hogy a büntetőt élőjem, az emberölőnyeket lőjem be, átlövés gólokat vártak tőlem. Volt 1000 meg 1001 hátrányom, meg hiányosságom, az biztos, de hogy az erényeimet elkezdték egyre jobban használni. Tök érdekes, hogy ugye most a nagy sportágválasztóból hozlak, és ez tulajdonképpen nem annyira az élsportról szól ebben a korban, hanem arról, hogy egyáltalán sportoljanak a gyerekek. Tömegsport, minél többen, mozogjatok, stb. Hogy ha annak idején lett volna ilyen rendezvény, vagy ilyen programsorozat, akkor te vajon mit választottál volna? A sportágválasztón az, hogy nem csak az, hogy ingyenes rendezvény, és ez nem teher a szülőknek, hanem hogy tényleg néhány óra alatt kipróbálhatnak a gyerekek akár 110 sportágot. És én a kis Gergő, a picike, most a szó fizikai értelmében, ha elmentem volna, én hát megbolondultam volna, hogy minél több autogramot beszedjek a jelenlévő nagy bajnokoktól, hogy minél több eszközt kipróbáljak, az összes labdás, nem labdás, mindent, szóval ez egy nagy kaland lett volna nekem. Amellett, hogy tényleg én nagyon fiatalon beleszerettem a vízilabdába. És miért megy el 7. kerületi munkás emberek, akik úszni se tudnak, ha jól tudom, a szüleid nem, ugye? Nem tudnak úszni. Tehát, hogy nekik a gyerekük, miért megy el úszni meg vízilabdát? Tehát, hogy miért kezdtél el te egyáltalán sportolni? Hogy jött ez a ti életeteknek a keretrendszerébe, ez hol volt? A szüleim sportos emberek voltak fiatal korukban, ők kézilabdáztak, de nem lett belőlük nagy sportember nyilván. Abban a korban mind a kettőnek a szülei azt menjél dolgozni, és hozd haza a fizetést, és 8 órába el kell menni. Ez volt ugye a 60-as évek diktátuma egy kicsit. Úgyhogy a szüleim nagyon fiatalon már dolgoztak, nagyon becsületes kétkezi munkások voltak, ráadásul apukámnak azt hiszem 2 év, 7 hónap volt a katonaság, tehát a mérgalmatlan mennyiségű az még abban az időben, igen. Kiesés volt az életéből.
így aztán ez nekik hamar lezárult ez a sztori. Egyébként apukám érdekes módon a Honvédban is kézilabdázott, ahol én aztán 15 éve, 16 éve visszatértem. Ilyen sorsfintoraként. De imádták a sportokat, ők jártak hoki meccsre, vízilabda meccsre, kézilabda meccsre, foci meccsre, nézték a tévében. Én úgy nőttem fel apuval, hogy ha nem valami filmet néztünk együtt, akkor, és tévéztünk, akkor sporteseményt néztünk. De tényleg a műkorcsolyától kezdve a bármilyen birkózó világbajnokság, igen, csak sport legyen. És aztán az volt még egy lökés, hogy egy más udunok a tesóm elkezdett járni a lökészítőben, és akkor magas gyerek, imádja a vizet, bele is esett a Dunába, a hajánál fogva vette ki anyukája a stégről. Téged? Igen. Tényleg? Ez mikor volt? Óvodás koromban, megtörtént a kis Duna mellett, nagyszüleim nyaralójánál volt egy stégünk, és ott napozott anyu, meg ott velem volt, én meg a lavorba szórakoztam, óvodás kölyökként, hogy de jó, pancsi, ne ugra-bugrál kisfiam, mert beleesel, na csak belestem a Dunába, és így a hajamnál fogva kivett, mivel nem tudott úszni, ez nem volt sok esélyünk. Jó, hogy nem a Nagy Duna volt, mert ott szerintem vége lett volna a sztorinak, úgyhogy anyu kihúzott, és akkor a Gergőkét el kell vinni úszni, de rögtön a vízilabda jött szinte. Mm. Nem is jártam úgy úszóedzésre. Csak megtanultam úszni előkészítőbe, és egyből vízilabdás lettem. Jó, de mondjuk ennek az ijegységnek lehet, hogy volt köze ahhoz, hogy úszni. Na jó, vigyük el tényleg úszni, és akkor tanuljon meg a gyerek. Igen, és volt. Meg kiderült, hogy van hozzá. A termetem, a vízhez való viszonyom, én az összes strandra, de egy labrador kutya, én mentem be a vízbe. Bármilyen vízfelületet láttam, én mentem neki, úgyhogy én ezt tényleg imádtam kiskoromtól. Édesapám elment kétszer külföldre dolgozni, ilyen kiküldetésbe úgymond, építkezéseken volt kisfőnök úgymond, azért, hogy nekem minél jobb legyen. Én tényleg úgy nőttünk fel, hogy anyukám, emlékszem, hogy volt 5000 forintos fizetése, meg ilyesmi, és két állásba dolgozott, házfelügyelő is volt, meg cipész is, minél több házat elvállalt, hogy előrébb jussunk, apu kiment külföldre, és az volt a fontos nekik, hogy nekem legyen jó minőségi ruhám, meg játékom abban a világban, amikor ez alapvetően itthonról nem lehetett volna meg. És akkor a dollárboltban még volt ilyen, lehetett menni, és nekem volt Lego, meg igazi angol matchboxom, és ilyenek, és hát ez ilyen fura volt, hogy teljesen a társadalmi rétegnek a szintjéhez képest, amit ők képviseltek, én többet kaptam. Cserébe nem volt nagy elvárás, csak legyek kitűnő tanuló, meg sportoló. Meg olimpiai nem. Anyukám, mivel ő otthon dolgozott, tehát nagy volt a kontraszt, mert akkor állandóan ment. 9-10 órákat dolgozott, meg külföldön is volt. És ahhez képest anyu meg mindig otthon volt, mert otthoni munkái voltak, és tényleg volt, hogy csúnya volt a leckém, a kontra, kisfiam, ez nem fog tetszeni a tanárnének, és kitépte, és újraírtam. Nem bántott, nem erőszakoskodott, de határozott volt abban, hogy ha már ők nem tehették meg, hogy tovább tanuljanak, akkor én tanuljak tovább. Egy gyerek, minden energiát ebbe lehet belefetszölni. Biztos az ő konfliktusaikat is, amik megvoltak, mint pár, biztos azt is, hogy ők mit nem kaptak meg a szüleiktől, vagy a rendszertől, vagy a kortól, de ők azt szerették volna, hogy amit én akarok, ami engem érdekel, azt ki tudjam bontakoztatni. Mm. Anyu jött edzésre, azért volt ladánk, mert apu külföldön dolgozott, és akkor vitt edzésre, aztán ott vártak a szendvicsek, és hát tényleg el voltam kényeztetve, mint sportoló gyerek. Igen, meg hogy ez egy ilyen burokban való felnövés picit, igen. Nem? Igen. És mikor repett meg, mert mikor kerültél ki úgy ebből a burokból? Tulajdonképpen ez a serdülőkor, kamasszá válás időszaka, amikor elkezdtem felnőttbe játszani, kaptam ösztöndíjat, volt saját zseppénzem, saját jogon. Ezért most így mai világban ez nem reális kimondani, de én 16-17 éves koromtól nem kértem egy forintot se a szüleimtől, gyakorlatilag mindent magamnak meg tudtam oldani. Sőt, amikor volt barátnőm és többszöröse lett a telefonszámlánk, még a vonalas telefon, ja, igen. Akkor én kifizettem a számlát gimnazistaként már, mert én kaptam ösztöndíjat a csapatomtól, ugye fizetés nyilván nem gimnazistaként, de ösztöndíjat igen, azért is, mert jó tanuló, jó sportoló díjakat vittem mindig a Egyesület, meg a szüleim büszkeségére, meg azért is, mert már játszottam juniorban, aztán felnőttbe fiatalon. Szóval ezek mind számítottak nálam, és nekem ez a fajta ilyen jellegű lelki kötődés a családhoz, de mégis egyfajta függetlenség, ez bennem volt egész fiatalkorom óta. A gondolat, hogy olimpiai bajnok vagyok, a gondolat, hogy hoztam ennek az országnak, a csapattársaimnak
csapattársaimmal valamit, amire olyan régóta vártunk vízilabda nemzetként, meg az a szeretet és rajongás, ami a nyakatokba szakadt 21 néhány évesen, hogy hogy lehetett ebben nem belebolondulni, vagy bele kellett egy kicsit? Volt utóhatása ennek a nehezen feldolgozható résznek, hiszen 2001-ben rögtön Budapesten volt a következő világesemény, az Európa-bajnokság, ahol aztán tényleg az emberek leestek a Margit-szigeti lelátóról, olyan sokan voltak kíváncsiak ránk. Nekem az volt életemben az első olyan érzés, hogy minden meccsre libabőrösen mentem ki. Olyan üvöltés, őrjöngés, szeretet várt minket már a meccs előtt 15-20 perccel, amit nagyon nehéz kifejezni. Ugye egy uszoda az egy katlan, tehát nagyon közel vagyunk egymáshoz a nézőkkel, és így ömlött ránk az az energia, hogy itt vannak a bajnokaink, majd most megint jól megverik a világot. Hát nem tudtuk megverni a világot, mert harmadikok lettünk, ami nekünk egy EB bronz, az kifejezetten borzasztó nagy csalódás volt, főleg a hazai közönség előtt. Kicsit azt hihettük olimpiai bajnokként, két EB arannyal, világkupa arannyal a zsebünkben, hogy már mi mostantól sebezhetetlenek leszünk, és mindig nyerni fogunk, hiszen ugyanazok az arcok, mindenki szuper tehetség, mindenki keményen edz, akkor most már nyerünk, vagy nem? Aztán persze nem így van. Az érsport nagyon hamar megtanít nem csak a padlóról fölállni, hanem a mennyekből is visszarángatni a hétköznapokban. Ezért szoktam mindig emlegetni ezt az arany középutat, lelkileg is hiszek benne, hogy sem elszállni, sem elbizonytalanodni nem szabad az érsportban. És ez neked nehéz volt? Neked, Kis Gergőnek, most nem csak csapatszinten, hanem benned mi játszódott le, hogy ezt a középső sávot megtaláld magadban, és benne maradj? Mert csak voltak kilengések, hát igen. Ember vagy. Pont ezt szerettem mondani, hogy a kilengések megvoltak. A csalódás sokkal jobban fáj ebben a helyzetben már. Tehát a 2001-es EB bronz és a VB ötödik hely, hogy 5 év után nem jutunk be a négybe, nincs érmünk, mindig érmünk volt 4 és fél évig. És hogy lehet, hogy nekünk nincs érmünk, mi vagyunk a magyar vízilabda válogatott. Az egy olyan tragédia közeli állapot volt a kis elkényeztetett lelkünknek, mint magyar vízilabdázók. És ugye hozzáteszem, hogy 76-tól 2000-ig nem csak, hogy vízilabdában nem nyertünk olimpiát, hanem ugye semmelyik sportágban sem nyertünk. Korábban ugye a focinak volt esélye, 2000-ben ugye a kézilabdás lányoknak egy szuper csapatával lett volna esélye, de azon kívül nem volt olimpiai érem. Igen, csapatsportágban. Tehát ami ugye igazán ilyen nemzeti összetartó erő, mindenkinek megvan a kedvence, mind a sorozatokban, igen, ugye. Igen. Mi voltunk a jó barátok korai verziója, mindenféle fiú, mindenféle helyről, mindenféle viselkedéssel, mindenféle típusú srác. Igen. De mégis egy csapat, a nemzet csapata, úgymond. Hát volt itt mindenféle jelző, tényleg, ami... És ehhez képest volt 2001 borzasztó furcsa. De amikor tényleg a rapsztárral a színpadon őrjöngesz, mint olimpiai bajnok, meg a legismertebb beszélgetős műsorban vagy a tévében, meg címlapra akarnak tenni az a magazinok, akkor tényleg megfordul a világ egy kicsit. Ennek igen. Negatív és pozitív viszonylatai is voltak. Ezt kellett nekünk azért helyre rakni. Hát és ráadásul ugye hát azért a ti csapatotok sportteljesítmény, nemzeti érzés, meg minden, és közben itt van egy nagy marék, hát jó pasi. Tehát, hogy így azért így a nők figyelme is jelentősen megnőtt, még jobban, miközben te már nagyon korán találkoztál Ancsával. Igen. Tehát, hogy még az olimpia előtt, ugye? Az első olimpiai arany előtt. Igen, 96-ban ismerkedtünk meg. Mi az, ami ennyire erősen köt titeket? Mi stimmel ennyire? Ha egy mondattal próbálnám megfogalmazni, azt mondanám, hogy azok a különbségek közöttünk, amik vannak gondolkodásban, vagy bármiben, viselkedésben, azok is kiegészítik egymást, meg azok is, amikben hasonlóak vagyunk, és hasonlóan gondolkodunk értékrendben, ízlésben, bármiben. Ez a kettő olyan erős tapasz volt, egy olyan erős várat hozott össze, hogy bármekkora veszekedéseink, vitáink, nézeteltéréseink, különbségeink voltak az életben, a vége mindig az, hogy oké, de senkivel nem tudom elképzelni azt, hogy ilyen jól érezzem magam, mint veled. És ezt mind a ketten ki tudjuk mondani. És ezt ki is mondjátok? Igen. Akkor ezek szerint. Ugye ő is vízilabdázó volt, és aztán ti hoztatok egy nagyon, vagy kötöttetek, nyilván nem írásban, de kötöttetek egy nagyon fontos szerződést tulajdonképpen egymástól, vagy egymással, azt, hogy ő a te akkor éppen nagyon elinduló külföldi karrierednek gyakorlatilag beáldozza az ő saját útját egy kicsit, és megpróbálja úgy megvalósítani önmagát, hogy tulajdonképpen a te karriered irányítja a ti kapcsolatotoknak a
folyásának az irányát. És ez nagyon, ez engem nagyon érdekel, hogy ez hogy hozódott meg ez a döntés, és hogy nem volt-e ebből soha olyan, amikor valamelyik, mondjuk hát nyilván ő azt mondta volna, hogy hát azért kihagytam dolgokat, vagy... Természetesen előfordult, főleg egy viták alkalmával, amikor azt éreztem mondjuk ő, hogy ő nagyon aláment az én karrieremnek azzal, hogy bevállalt sok áldozatot, de ez igazából egyfajta mondjuk felhevült állapotban kijövő feszültségként lehet. Alapvetően pedig azt gondoltuk, és gondolom, hogy beszéltek az ő nevében is, hogy ez nagyon így kellett lennie tényleg. Akkor nem tudhattuk 96-ban, 19 évesen, hogy olimpiai bajnok leszek valóban. De hogy ezek a döntések, hogy én 95-ben a junior világbajnokságon hívtak a Berkeley Egyetemre, hogy menjek ki, és tanulhatok jogot a világ egyik legjobb egyetemén, és ott vízilabdázhatok, és hogy ezen én nemet mondtam aztán, és hogy azt mondom, hogy olimpiai bajnok akarok lenni, és ahhoz itthon kell lennem. Akkor, amikor volt ez a 96-os év, ami sok mindent végül is utólag megváltoztatott az életemben, az eleje nagyon rosszul indult, szenvedős volt, hogy az atlantai olimpiai felkészülés idején, én ott voltam a csapattal, de tudtam, hogy nem nagyon van esélyem egyáltalán kijutni, mert én voltam a legfiatalabb a csapatban. És aztán érettségi felvételi kedves nagypapám elvesztése, volt egy ilyen tini szerelmi sztori is, minden együtt, nagyon sok volt, nagyon sok infó volt, de főleg a gyász, a szóbeli és az írásbeli érettségi között. Úgyhogy ez egy nehéz időszak volt, és akkor egy csettintéssel így ősztől megváltozott minden. Megismertem Ancsát, az olimpiai negyedik hely után ugye jött Kemény Dénes edzőnek. A mi generációnk úgymond véglegesen beérett. Igen. Aztán 9-en vagy 10-en voltunk a válogatott keretbe az én bő generációmból. Az egész így nagyon beindult a nagy lelki problémák vagy nehézségek után, akkor 19 évesen úgy éreztem, hogy ezek új kihívások az életemben, ahhoz képest meg így beindult. Azt szokták mondani, hogy le kell menni az aljára és eldobbantani onnan, tudod, hát onnan ment a lendülete az új életnek, nem? Igen, ez egy tényleg egy néhány hét, néhány hónap alatt lejátszódó és nagyon jelentős dolog volt. És valóban lentről nagyon föl, és erre a szezonra ugye nagyon jellemző volt a vízilabdás sorsom is, hogy 96-97-ben Fradiban játszottam, és ott szerettem volna maradni egy nagyon fiatal csapattal, és ehhez képest 97 nyarán a világ legjobb csapata hívott Olaszországban, Nápolyban, Posillipo-Nápoly. És akkor volt az a hatalmas döntésünk, hogy ha én elmegyek a világ legjobb csapatába játszani, akkor azt nem szeretném egyedül. Viszont ha jössz velem, drága mennyasszonyom, akkor abba kell hagynod, legalábbis halasztanod kell a főiskolán, és kicsit elindulni ezen az úton, hogy a te édesapádnál az egyesületben, hogy játszol, és hogy főiskolás, hogy ehelyett sportoló mennyasszonyként kell elindulnod. Ráadásul nem volt női csapat Nápoly környékén abban az időben első osztályú, tehát ő akkor a sportot alapból eldöntötte, az iskolát halasztotta, és országot váltott miattam. És hogyha ő azt mondja, hogy én is szeretnék veled együtt maradni, de nem tudom meghozni ezt a döntést, akkor te kész lettél volna arra, hogy azt mondta, hogy nem, szerinted? Az egy nagy feladat lett volna, egy fontos döntés lett volna az életünkben közösen, de mondjuk szupercsapatban lettem volna itthon továbbra is. Igen, ez is igaz. De szokták kérdezni, hogy a magyar kupagyőztes Fradiból elmentem, és ők kekket nyertek nélkülem, ami a kupagyőztesek Európa kupája volt régen, hogy nem sajnálom. Mondom, azért nem, mert Bajnokok Ligáját nyertem a Nápolyt. Az én életem, ez nagyon jó jellemző, igen. Hogy igen. Ha valamit kihagytam, de közben lehet, hogy egy nagyobb dolgot csináltam meg a helyet. Tehát szóval az én életemre ez nagyon jellemző vízilabdában, hogy ezernyi kihívásra, ezernyi válaszom volt, és azoknak remélhetőleg a jó része. Bár néha furcsának tűnő döntés, de mégis jó döntések voltak. Mit tudott ez a korosztály? Mit tudott? Vagy tud? Hiszen még ott vagytok még a sportvezetésben, a kommunikációban, hát te is ugye számtalan szerepben. Valami nagyon el lett itt találva. Ezeket a fiúkat, ha 4 hét edzés után mondjuk bedobnád a vízbe, akkor így nagyon durván meglepődnének emberek, hogy milyen szintet tudnak hozni. Nem, mint most. Most, igen. Tényleg? Elképesztő tehetség, elképesztő koncentrációs képességgel,
empátiával, tényleg egy olyan csapatszellem és egy olyan egyéni kvalitások dömpingje, bármennyire is jól ment, vagy rosszul, senki sem éreztette a másikkal ezt a fölfelé vagy lefelé kilógást, hanem vittük magunkkal a gyengébb napot kifogót, hogy ő is fölzárkózhasson, és aki meg esetleg elindult volna abba, hogy na, én most azért csak megmutattam ma jobban, akkor nyugi, gyere vissza, mert holnap meg te leszel a gyenge láncszám, akkor meg ugyanúgy szükségünk lesz rád, és ugyanúgy el fogunk fogadni. Úgyhogy ez egy olyan volt, mint egy olyan testvériség, amelyiknek egy célja van, hogy olimpiát nyerjen, és bármilyen különböző emberek is, de ezt nem látod a hétköznapokban. Nem tudom, hogy tudnak-e rólunk a külvilág, anélkül, hogy olvasna vagy utánunk járna, csak így a benyomások alapján különbséget tenni, hogy kinek milyen gondolkodásmódja volt az élet dolgairól. Szerintem nagyon kevés különbséget tudnának mondani. Hát csak a max, akik személyesen ismernek néhányotokat. Igen, igen. Miközben nyilván teljesen különböző emberek voltunk. Igen. Nem egy robotgyárból jöttünk ki, hanem különböző városok, különböző edzőitől jöttünk, és 15-16 évesen mindenki már OB1-be játszott a profik között, és megállt a helyét. Nem tudom megkerülni a kérdést, és azt hiszem nem is kell, de csak annyit mondjam, mennyi jól esik. Hát a balkezes, és hogy Benedek Tibi, és hogy egy poszton, és hogy köztetek volt mindig is még egy kis plusz, emiatt, az összekötés miatt még egy kis plusz kapcsolat, hogy ez egy annyira nehéz év mindannyiunk számára, és a magyar vízilabda számára meg még sokkal nehezebb Tibi elvesztése miatt. Hát azt mondom, hogy 24-25 éve vesztettem el a nagypapámat, és majdnem minden nap eszembe jut, vagy több mint 2 éve édesapámat, és minden nap eszembe jut, akkor gondolhatod, hogy mit érzek Tibi iránt, és hogy ez sok hónap elteltével is még mennyire erős fájdalom. És nem tudok anélkül beszélni, hogy ne legyen ez a hatalmas vas üllő a lelkemen és a gombóc a torkomban. Mindannyiunk példaképe volt egyszerre, mindannyiunk vezére volt és csapattársa, és ő volt az, aki csöndbe tudott maradni, ha kellett, olyat mondott 3 mondatot, amit mindenki így összerezdült és így fölébredt. És hát hogy azzal a gyerekkori egyik példaképemmel együtt játszhatok egy oldalon, és együtt küzdhetünk a szerbek, a horvátok, az olaszok, a spanyolok ellen, az oroszok ellen, ez egy óriási élmény volt. A legjobb példa talán az, hogy, és aztán tényleg is szeretném ezt ragozni, hogy 93-tól 96-ig, amikor én kölyökként bent voltam a keretben, akkor 8 mondatot beszéltünk 4 év alatt, mert én voltam a kis fiatal, mit lehet velem kezdeni, majd bizonyítsak, majd mutasson meg. És 97-től csapattársakká váltunk, még egy olyan, tényleg egy szó szerint ez a bajtársi viszony alakult ki, amelyiket nehéz szavakba foglalni, hogy mit éreztünk egymás iránt, szeretetet, tiszteletet, egymásra utaltságot, és egymásba vetett bizalmat. Ezek olyan erős és olyan mély érzések voltak bennünk, és hát egy oldalon játszva meg ez még inkább kijött. Igen. Úgyhogy ez egy örök emlék. Talán az a 2004-es fotó. Azt ajánlom mindenkinek, amikor a döntő után megfogjuk egymás fejét, és összerakjuk a fejünket. Az egy fotó csak. Ez mindenkinek megvan. Az csak egy fotó, de az abban benne van minden. Minden, amit két sportember egymás felé mutathat, és ez nekem egy örök fájdalom, és örök kedvenc fotó lesz. Igen. Nehéz lesz most folytatnunk. Baj. Megérdemli a Tibi, hogy nehéz legyen nekünk most folytatnunk. Igen. És igen, tehát hogy én nem tudom elképzelni ezt, hogy milyen lehetett ez nektek. Meg milyen lehet nektek. Na, szóval, hogy de pont ilyenkor jön be például az, hogy a te párod, az Ancsa, aki érti és érzi, tehát hiszen soha lehet, hogy hozott annó egy olyan döntést, hogy feladja az ő karrierét a tied érdekében, és elkezditek a közös családi karriert, úgymond, hogy de érti mégis a vízilabda lényegét, meg a vízilabda szívét. Tehát, hogy ilyenkor fontos az, hogy az ember mellett például van egy ilyen támasz, nem? Igen. Nem is tudom, hogy mikor volt menő vagy nem menő ezzel előjönni, de voltak olyan meglátása és olyan megjegyzései nekem meccsek után akár, amit mondjuk hamarabb mondott, mint az edző. Vagy amit az edző csak 2-3 nappal később jött rá, vagy gondolta, hogy ezt
ezt lehet, hogy így kellett volna csinálni, vagy ezt lehet, hogy így kéne csinálni majd legközelebb, és meg is simán mondta, hogy annyira ismerte a játékomat, annyi ezer és ezer percet látott játszani, edzeni, nagyon sokat látott edzeni is, tényleg engem is, meg úgy magának a játéknak a dinamikát is nagyon ismerte. Azt mondja az Anna egyébként, hogy ugye beszéltünk a lányokról, hogy 10 év különbség van tehát a kicsi meg a nagyobbak között nagyjából, és hogy annyira pörgött a te karriered, és olyan sokat mentél és utaztál, hogy a két nagynak szükségszerűen nem tudtál ott lenni a fiatal korában annyit, mint most a Oliviának, akit egyébként az Instagramon láttam, és hát egy tündér, hát fehér szőke tejfölsz, haj, egy ilyen huncut arc, tehát hogy nagyon, na, tényleg egy tünemény. De hogy meglepődtél azon például, hogy 2 éves korában mennyit hisztizik egy gyerek? Mert hogy ez kimaradt a nagyoknál. Ugye Victoria 2003-ban született, nem véletlenül lett Victoria neve, és hát abban az időben, a 2005-2006-ban nekünk jöttek ugye futószalagon a világversenyek. Dolgod volt, igen. A Honvéddal ugye Bajnokok Ligája, Magyar Bajnokság, Magyar Kupa, nagyon sok meccs volt. Ennek ellenére ahhoz képest szerintem mégiscsak tudtam sok időt velük lenni, hogy ennyi edzés volt, és hát az egyetemet ugye 2005-ben fejeztem be a jogot. De mondjuk a délutánok érdekes módon a sport miatt a miénk lehettek, hiszen a kicsi gyereknek még nincsen délutáni elfoglaltsága, de én meg csak este megyek edzésre későn. Tehát ez a 1 órától 6 óráig délután nagyon sokszor lehetett a miénk, ha épp nem volt 100 féle dolgom. De persze most Oliviával könnyebben tudom irányítani az időmet, mint amikor konkrétan meg volt mondva napi 6-8 órán, hogy mit csináljak. Most meg esetleg tudok egy-két órákat, vagy akár egy-két napokat is úgy csúsztatni, vagy átalakítani, hogy ez mindenkinek jó legyen. Na és bírod vele, bírod a tempót? Sokáig türelmes vagyok, aztán robbanok, de tény, hogy egyébként hogy a generációk már nem 10-20 évente változnak, hanem néhány évente. Ezt nem én találtam ki, ezt nálam fiatalabbak mondták, hogy meglepődnek 4-5 éve fiatalabbakon, hogy mennyire máshogy gondolkodnak, de hát ez a kicsiknél is igaz. Annyira okosak, annyira tájékozottak rá, termettek sok mindenben, hogy ő rám szól, hogy nem magyarul szeretné nézni a mesét, hanem angolul. Meg azt mondja, hogy meglátásom szerint apa, tehát 4 éves gyerek híreket mond. Szabatosan fogalma. Óriási, tehát hogy így, nem tudom, ha véletlenül felveszünk videóra, mondjuk akkor, hogy ne megálljam nevetés nélkül azokat a... Meg érti a viccet, tehát, hogy haha, vicces vagy, haha, ez vicc volt. És így teljesen, hogy mondjam, éretten gondolkodnak a mai gyerekek, nagyon sok közülük, amit ugye a nagyobbaknál pont ellenkezőjét mondjuk mi idősebbek, hogy a mai fiatalok mennyire éretlenek, meg 20x évesen nőnek föl, nem 18 évesen kéne a nagykorúságot már megszabni, mert hogy mama hotel, és jó, hát elhúzza az egyetemet, és apu vedd meg nekem a várost, és stb. De hogy ez a mostani kicsiknél ezt egy kicsit én máshogy élem meg. De hogy én azt hallom, hogy az Olivia a vízhez is valami egészen különlegesen kötődik. Hogy, meg hát látom, mert melyik erről is lányom, nem? Jó, igen, mert ugye Viktor és a Patricia, ugye a középső, ők is ugye póloznak. Igen. És hogy tudom, hogy megpróbáltátok őket elterelni, de nem sikerült. Na most szerintem lehet, hogy Oliviával már meg se érdemes próbálni. Tehát, hogy nagyon, tehát 2 évesen úszik, vagy úszott. Igen, ráadásul bal kézzel fogta meg a lap. Ne! Úgyhogy ez a sorsom lehet. Ajjaj, Gergő! Nem fogom erőltetni nála se, de most már kicsit beletörődtem 2 lány után, hogy lehet, hogy vízilabdázóként kell a 3. lányomra is tekinteni. Mert hogy imádja a labdát, imádja a vizet. Tényleg mind a 3 lányom, ahogy az édesapjuk is ilyen labradorként minden vízbe belement kiskorukba. Most már nyilván átalakul, amikor napi 2-3 órát vannak vízbe iskola mellett a nagyok, akkor nem vágynak mondjuk egy szombat reggeli strandolásra annyira, mint mondjuk 4-5 évesen vágytak. Érthető. Menjünk jobbra, menjünk balra. Úgyhogy ez nálunk az, hogy víz van a közelben, az teljesen lételem. Te és a lányaidnak milyen elvárásaik vannak magukkal szemben? Nyilván tudják és látják, mik azok a szintek, amiket el lehet érni, akár egy olimpiai siker, vagy csapattagság, vagy utánpótlás válogatott szint, vagy felnőtt első osztályba bekerülni, vagy saját korosztályba kiemelkedni, ezeket így szépen lassan kezdik feldolgozni.
nem úgy fekszünk és nem úgy kelünk, hogy ütemverem őket, hogy olimpiai bajnok el kell válniuk. Én azt szeretném, hogy amit beletesznek időt és energiát, azt próbálják akkor tényleg a leghatékonyabban tenni, és ne azért menjenek le úszodában, egyébként szeretik ezt a sportágat, és majd őket tényleg viszi így a sodrás jobbról balra, hanem tudatosan éljék meg a pillanatokat. Ez lehet egy 10 másodperc is, vagy lehet egy egész szezon, egy évad, hogy éljék meg, mert erről szól szerintem az élet manapság, hogy annyi mindenre figyelünk, hogy szétfolyik a figyelmünk, és aki ennek ennyire tud koncentráltan ténykedni, ez lehet akár a szabad ideje is, de hogy nyilván a saját munkája, a saját hivatásában, ha oda tudja tenni magát, az egy már önmagában egy versenyelőny lehet a többiekkel szemben, akik 100 felé figyelnek, egy kis telefon, egy kis, nem tudom, ez az amaz, mindenre figyelünk, 6 dolgot akarunk egyszerre csinálni. Hát ők már nem papírfetszén üzengetnek a pasiknak. Nem. Hanem egyfolytában kommunikálnak. Ne is mondj, hát olyan... Ezt hogy éled meg egyébként? Most már Viktória 18 lesz lassan. Igen. Patricia is ugye nagy lány, tehát úgy gondolom, hogy azért ez az élet egészség és rendje, hogy hát érdekli őket a romantika. Le is szednék a fejemet, hogyha magánéletükről beszélnek. Nem, de hogy nem. Engem az érdekel, hogy te hogy éled meg. Az magánéletük az övék. Persze. Én egész lazán, ahhoz képest, amit vártak tőlem, hogy ez a 198 centi, 112 kilós elég morózus megjelenésű vízilabdás majd hogy fogja szétszedni a lányok körüli fiúkat. Na ez nem így van azért. Aki kiérdemli, az biztos meg is kaphatja magáét, de... Azért ott van egy kis... Ha más, nem egy-két megjegyzéssel, de ha az adjon Isten, fogadj Isten tipikus esete van ám, hogyha azt látom, amit szeretnék is látni nagyjából, akkor én is kenyére kenhető szeretnék lenni, meg próbálok is lenni. Mostan ott vagyunk szerintem. Igen, még a következő sorban. Igen. Hát, jól van. Ezért úgy megnéznélek, amikor egy ilyen helyzetben, de ez most csak így magamra mondom, hogy zárójelbe zárva, meg azon gondolkozom egyébként, Gergő, hogy így végigvettük, hogy honnan indultál, és hogy mennyire féltél a szereplésről, és a beszédtől, és attól, hogy figyelnek, és, hogy azért, hát ez amiből lesz a cserebogár kommunikációs szempontból. Tehát, hogy itt ülsz, és folyik belőled a szó, és egyébként a Gergely Pista barátod, ahova most megyünk ugye a Honvédba, ő figyelmeztetett is, hogy hát a Gergő nagyon tud beszélni. Csacsog! Igen, mondták nekem, hogy szeretek beszélni, nem, én tudok. Igen. Na, szóval, nem. Hogy azért ez a beszédkészség, ez gondolom már egy jó ideje megmutatkozott, és így a civil életed alakításában nagyon jól jön, nem? Igen, mondom, ez a kommunikációs igazgatói felkérés volt ennek az utolsó ilyen csepp a pohárban, hogy nekem ebben van dolgom, és élvezem, hogy gyerekek, szülők, sportegyesületek, szabadidős sportolók, akár az 5 próba, akár a nagy sportágválasztó kapcsán figyelik a véleményemet, meg beszélhetek róla, ugye a médiában, vagy bárhol, rendezvényeken. Ez is. Aztán meg az, hogy jött még egy ilyen csavar az életem, egy dokumentumfilmeket készítettem. Tényleg, mert hogy forgattok is, remélhetőleg majd, ha úgy alakul. Igen. 2 dokumentumfilm után egy óriási nagy filmprojektben dolgozunk, és ha minden úgy alakul, akkor nagyon nagy dologról beszélhetünk. Nem sokára, aminek persze köze van a sporthoz és a vízilabdához, hiszen nem neveztem ki magam filmszakértőnek és filmes embernek, de ha a sport és a vízilabda benne van, akkor talán lehet az én szerepem is adekvát ebben a kérdésben. Hát rukkolok. Azt akartam megkérdezni, hogy mi csinál itt most a Gergő? Mert hogy mi mindent csinál? Mit nem? Nem szól bele, rengeteg ötlete van. Tehát ilyen kifogyhatatlan ötletgyáros, és általában jó ötletei is vannak. Az a jó, hogy vannak olyanok, amik ilyen fényév távolságra vannak, tehát ő célként teljesen tökéletes, amik majd meg lehet így összeállítani stratégiát, ahogy ezt elérjük, vagy nem, de mivel nagyon-nagyon átlátja most már a magyar sportot, most már úgy is látja, mint sportvezető és mint jó gazda, ezért most már nem csak egy ez az elvetemült vízilabdázó, aki már akarja váltani a vízilabdát és a sportot, és olyan legyen a vízilabda, mint én. Nagyon sokan vannak ilyenek, most már úgy látja, mint egy olyan szakértő, aki a sportágnak szeretne segíteni, azoknak a szereplőinek. Tehát, hogy
nagyjából ez a téma, és ez kifogyhatatlan. Tehát onnantól kezdve, hogy a játék képét, a játékosokat, a környezetét, a létesítményt, a kapcsolatokat, a beszédeket, abban amúgy viszonylag korrekt. Korrekt. Most azért egy órát majdnem, vagy 3-4 órát azért sikerült végigbeszélgetni. Hát akkor ez egy gondolat volt, nem? Igen, egy kérdést feltettem az elején, és utána nem. Igen. Szóval segíti a kis vízilabdázóinkat, a nagyokat, az ötleteket, a megjelenéseket. Tehát elég így, felékesítményt. Igen, úgy sok mindenben benne van. Meg ami nagyon fontos, hogy azért néha tanácsot is kértek, nem csak oszt, hanem tanácsot is kér, és ez azért ez mutatja az emberi nagyságát, hogy kérni is tudja. Köszönöm szépen, Gergő. Köszönöm én is. Egy élmény volt. Még egy közös fotót csináljuk, jó? Pillanatig nem volt kétséges, hogy életünk végéig együtt fogjuk nyomni a bármit. Milyen jó, eljöttük és végig a Györgyiről beszélünk. Anyukám is kérdezte, hogy nincs gyereked, akkor mi lesz, ha öreg leszel, vagy egyedül már lesz. Hát, hogy én a kortársaimmal együtt törekszem, és majd szépen velük együtt töltöm azt az időt. Látod ezt a kis ikont? Ha erre rákattintasz, nem maradsz le a legfrissebb epizódokról. Csatlakozz a VMN YouTube csatornájához.